nagyon jó, valami nagyon jó, hogy csinálják. De ember nagyon sok ismerőssel találkozik. A 99 éves Enyedi Péter bácsi volt a legidősebb résztvevője az idei idősek napi rendezvénynek Bonyhádon. A városban már hagyomány, hogy minden évben nagy volumenű programmal kedveskednek a település szépkorú tagjainak. Én mindegyiken itt voltam, igen. Nagyon jól éreztük magunkat, azért is jöttünk megint. Most költöztünk be Kakasdról Bonyhádra, és első alkalommal vagyok itt. Nagyon jó ötlet, okos ötlet, és örülök neki, hogy én is részt vehetek. Kicsit hal. Nem hallom. A kórus. Nagyon jó. Megbecsülik az időseket. Úgyhogy ez egy jó érzés, és ilyen érzéssel jöttünk is ide, hogy így legyünk együtt az idősekkel. Összejövetel, barátokkal, ismerősekkel lehet találkozni. Főleg a művész urat. Arra vagyunk kíváncsiak. A Bonyhádi Gondozási Központ amellett, hogy minden alkalommal elhozza az időseit, hogy ők is részesei legyenek az élménynek, a rendezvény megvalósításában, lebonyolításában is jelentős szerepet töltenek be. Most már hagyománya vált, hogy amikor a város megrendezi, akkor természetesen mi is részt veszünk ezen a rendezvényen az időseinkkel, mind az idősek klubja, mind az idősek otthona lakói elhoztuk erre a rendezvényre. Nagyon minden nap erről beszélgetnek, és utána hetek után is napi témává válik ez a rendezvény. Egy nagy föltöltődést, hiszen találkozhatnak a város időseivel, tehát ez egy nagyon jó közösségformáló program, és összehozza az időseket. Az idősek napi programon hagyomány, hogy minden alkalommal egy különleges fellépővel lepik meg a résztvevőket. Ezúttal Feke Pál előadó lépett színpadra, és varázsolt remek hangulatot a sportcsarnokba. Igen, valóban a sportcsarnokban harmadik alkalommal rendezzük meg az idősek napját itt a városban, bár ez már a nagyon sokadik, de hál' Istennek kinőttük a művelési központot, ahol már ilyen sokan nem férnénk el, és a város legnagyobb rendezvényterme az itt ez a küzdőtér a sportcsarnokban, úgyhogy itt valóban harmadszorra rendeztük meg. Ugye a Covid alatt sajnos elmaradt, de már tavaly újra megrendezhettük, és nagyon örülök annak, hogy újra ilyen sokan eljöttek gyakorlatilag, ahogy megkérdettük az ingyenes regisztráló jegyeket, percek alatt elfogyott. Ez azt is visszaigazolja, hogy szeretik az idősek ezt a programot velünk együtt, hiszen nagyon sokan készülünk erre, több intézmény az önkormányzattal közösen készül erre a mai napra. Azzal együtt, hogy berendezzük a termet, hogy feldíszítjük, hogy vacsorával vendégeljük meg az időseket, hogy megterítünk, tehát minden sok-sok feladat van. Nyilván mindig igyekszünk vendégművészt is hívni, bízom benne, hogy az idei is jó választás volt, a hangulatból ítélve azt gondolom, hogy ez így van. Remélem az idősek is majd ezt igazolják vissza. Szóval, hogy nagyon sok intézmény a gondozási központtal, az Élen Sportcentrum munkatársai, az önkormányzat, a Bonikó, mindenki azért dolgozott, hogy ma mindenki itt jól érezze magát. Sokan vannak, és mindenképpen kell, hogy rájuk figyelemmel legyünk, ne csak ezen az egy napon. Én a köszöntőben is elmondtam, hogy igyekszünk nem csak egy-egy napon, ezekkel a kiemelt ünnepnapokon, hanem a hétköznapokban is figyelünk rájuk. A már említett gondozási központ egy olyan intézménye a városnak, amely ugyan nem csak itt a városban, hanem a szolgáltatásával a teljes járás területén lát el feladatot, de azért az Bonyhádi idősek az idős otthonban, illetve a klubban elsősorban ők veszik igénybe, minden napok kapcsolata van velük, és az a sok-sok szolgáltatás, amit nyújtunk számukra, mondhatnám a házi segítségnyújtástól kezdve a bevásárlások, az orvosi ellátásban a segítséget, vagy csak azt, hogyha egy-egy receptet kiváltunk, napi kapcsolat van több száz Bonyhádi időssel, úgyhogy bízom benne, hogy ez az olyan színvonalon működik, ami az ő megelégedésükre van. Apám hitte a hős tetteket, apám hitte a bölcsességeket, apám hitte a szép verseket, és úgy hiszel,